Szent északi homlokzat, 4-es ablak, 1-es lándzsa ablak, 4-1, 4-1, 1-2-3, 4-5-ös a lándzsa ablak teteje, nagyon lógott, és be kellett, körbe kellett, teljesen el volt az egyik oldalon, a keleti oldalon teljesen elengedte, le is esett a vakulat, és akkor az Zoltán által adott anyaggal, javító anyaggal végig kellett kenni. Itt találtam benne egy kovácsolt vas összeget, de nincs merevítő, az valamikor kieshetett, még a helyesen látszik, tehát nincs a vakulatban hely, az körülbelül itt kellett volna valahol legyen, de nem látszik sehol olyan hely, ahol be lett volna fogva. Így néz ki a javítás, amivel visszafogtam a lándzsa ablak tetejét. Ott egy kicsit zavarosabb a munka a szeg miatt, de szépen kitömtem. Az eredmény az, hogy ez az ablak sem nem kutyog, tehát teljesen stabilan áll kifele. Nem eshet befele, sem eshet most már. A lándzsa ablak 4-2-5-ös számú ablaka stabilan és szilárdan áll, bár itt megvan a merevítő, hál' Istennek, tehát befele nem esik, és kifele sem mozdult. Nem érdekes, Zoltán itt az oszlopfőn talált egy üveget, észrevett, hogy ott van egy üveg, itt van. És ez az üveg 6-szögű és vékony üveg, ezen a helyen van, és hát a többi bizonyíték mellé, ami arról szól, hogy amellett szól, hogy itt 6-szögű üvegek voltak, ez is hozzájárul, ezt itt felejtették ezen a helyen, és azt hiszem, hogy én sem veszem el, hanem ugyanitt hagyom. Nagyon szépen állott, hadd maradjon meg itt az utókornak.